A Liszt szalonban kiállító festők közül is sokan gondolják úgy, szép az, ami érdek nélkül tetszik. Ezt vallja Hirkó Bálint festőművész is, akivel rövidesen megismerkednek majd. A fiatalemberrel Vámos Szabadiban találkoztunk. Akár ilyen szép tavaszi időben, akár borúsabb napokon, reggel, délben vagy este, Hirkó Bálint gyakran sétál Réffalunál a Duna partján. Sosem jön fényképezőgép nélkül, és mindig számos felvétellel távozik. Nem csak azért, mert szereti ezt a vidéket, ezt a tájat, de azért is, mert sok festményét fotók segítségével készíti. Nagyon szeretem ezeket a folyóparti részeket, az illatokat, a fákat, a levegőt, ahogy itt vibrál a fény, ez csodálatos, nagyon tetszik. Az, hogy valaki fényképről dolgozik, ez nem szentségtörés. Az impressionisták azok tényleg kiültek a természetbe, meg plein air stílus az kint volt a természetbe, de viszont előttük lévő művészek, illetve akik utánuk következtek, azok is éltek ezzel a lehetőséggel. Most volt a Munkácsi kiállítási Győrbe, és rengeteg kulisszatitkot elárult a művészről, hogy fotók alapján beállítottak ilyen zsáner jeleneteket, és akkor azt festette meg a művész utána. A fotós körút után Bálint hazaindul Vámos Szabadiba. A két fiú még az iskolában, de felesége és a lányok, Rozina és Fruzsina otthon vannak. Az ikrek mesét kapnak, a későbbre várt megrendelők pedig portréképeiket vihetik majd haza. A festmények ugyancsak fotók segítségével készültek, többnyire a ház mögötti apró műteremben. Főhős elmegy a hegedűvel a hóna alatt a cirkuszba, hogy hát szeretne, írt egy gyönyörű melódiát, és hogy ezt szeretné előadni. Mire a harsányon kineveti a cirkusz igazgatót? Hát ez nem úgy megy, kérem szépen, hát hogy képzeli meg, különben se erre van szükség, hanem artista kellene, bohócok kellenének. Mire a hősünk akkor elkezd kemény munkával dolgozni, hogy jó artista legyen, dolgozik, és akkor évek telnek el, és a következő kép az, hogy őszülő halántékkal ott áll a színpadon van egy asztal, az asztalon egy szék, a széken egy létra, és akkor mászik fölfelé a létrán, ott van egy rúd, arra fölmászik, és akkor a nézőtéren teljes csönd van, és mindenki lélegzettel állítva figyel, akkor előveszi a hónalból a hegedűt, és akkor előadja azt a melódiát, amit évtizedekkel ezelőtt szeretett volna. Te mikor fogod ezt a melódiát előadni? És én is néha így érzem magam, hogy mondjuk ez a történet talán az élet minden területére fogalmaz meg igazságokat, de a képzőművészetben is így van, hogy hát először Bálintkám, akkor most csináljál tájképet, nagyon jó, szuper, akkor most kellene lovasképe, hogy állsz? Tudsz lovasképet festeni? Most kellene lovaskép, jó, megfestem, jó, nagyon jó. Portrét tudsz? Nem tudok portrét, jó, akkor csinálunk portrét, egy-két évig portrézok, akkor balatoni képek mennek, balatoni kép kellene, jó, akkor az is megy, és akkor mondjuk absztrakot tud festeni, művész úr, jó, tudok festeni absztrakot, és akkor talán eljön az, amikor Bálint bácsi, akkor csináljon, amit akar, és az is jó lesz, és ezt van, akkor talán.